A rendőrök ma délelőtt elfogták és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsították meg S. Ábel. A férfit májusban nem jogerősen emberölés előkészületéért elítélték, azonban szabadlábon maradhatott. A védelem teljes felmentésért, az ügyész súlyosbításért fellebbezett. A másodfokú tárgyalás kezdetét még nem tűzték ki. A rendőrség most a Móricz Zsigmond körtéri események után lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel gyanúsította meg. Ez a büntető törvénykönyv szerint 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Zamesik Péter a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Akinek mindjárt hangsúlyozok is, hogy köze nincs az ügyhöz. Hál' Istennek nincs. Tehát nem S. Ábel védője, semmi nem is volt. Futó Barnabás az ő jogi képviselője, ő nyilatkozott is a sajtónak, de hát ez most egy folyamatban lévő ügy, ami most egy újabb fordulatot vesz majd, mert nyilván ezt a mai éjszakai akciót is mérlegelnie kell a hatóságoknak. Ami miatt én kértem, hogy beszélgessünk ma este a nézők előtt, az az, hogy meséljen nekem vagy nekünk erről, nem járunk minden nap bírósági tárgyalásra. Hogy van ez, hogy szakértők, S. Ábel esetében tudjuk, hogy több szakértői vélemény volt, egymásnak ellentmondottak, ráadásul nem is tudnak dűlőre jutni, hogy ez az ember teljesen épp, vagy pedig nem, és akkor ő szabadlábon védekezhet? Hát induljunk ki a KH-tól, mert onnan érdemes elindulni, és akkor mindent tudni fogunk. Tehát ezt a fiatalembert első fokon a fővárosi törvényszék emberölés előkészülete és más bűncselekmény miatt bűnösnek találta, korlátozott beszámítási képességére is figyelemmel 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és egyebekre ítélte. Mit jelent ez a korlátozott beszámítási képesség? A büntetőjog ugye ismeri a büntethetőséget kizáró okokat, amikor valaki nem felel a cselekményért. Igen. Ilyen az, ha kóros elme állapotú. Ennek az egyik fajtája az a személyiségzavar, amiről az előbb beszélgettek V kollégával. Ez azonban nem érte el azt a fokot, hogy teljes mértékben kizárja az ő beszámítási képességét, magyarul, hogy felismeri a cselekménye társadalmi veszélyességét, vagy a felismerésnek megfelelően cselekedjék, csak korlátozta, közepesen, kicsit, nagyon, ennek most ebben az esetben nincs jelentősége, annak azonban van, hogy a bíróság, a fővárosi törvényszék feloldotta az esetleges ellentéteket, hiszen ha én, nekem az információm jók, akkor ezt a fiatal embert az IMEI-ben, igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben is megfigyelték, éppen azért, hogy az előbb említett, a pszichológus úrral tett beszélgetés kapcsán említett problémákra fényderüljön, hogy mi, amit megjátszik, mi, amit nem, mi, amit az intellektusával kikerül, vagy ki nem. Hát ez az érem egyik oldal, az első kérdés. Ettől teljesen független az előzetes letartóztatás, és azt mondom, hogy az volna a furcsa, ha előzetesben lenne, hiszen... Igen. Kapott ez a fiatalember 2 év 6 hónapot, az 30 hónap egymás között is számolva. A régi szabályok szerint, tehát most még csak a régi szabályokat mondom, egynegyed kedvezmény van, az 22,5 hónapot kell leülni, amiből 21 hónapot előzetesben letöltött. Következésképp majdnem kitöltötte. De miután július 1-től, most július 1-től új büntetőtörvénykönyv lépett hatályba, és ez rá vonatkozni fog, hiszen még nem jogerős az ő büntetése. Ha ugyanennyi marad, most induljunk ki egy feltételezésből, akkor túlülte, mert 1/3 a feltételes szabadság, 30-nak az 1/3 a 10, 30 mínusz 10 az 20, ő pedig 21-et ült. Tehát ha valaki előzetesben van, akkor a büntetési tételből 1/3 Kiszabott büntetésből számítjuk a feltételes szabadság időtartamát, azt levonjuk az egészből, és ami megmarad, abba pedig a beszámítani rendelt előzetes fogvatartásban töltött időt is le kell vonni. Ehhez képest az új szabályok szerint, tehát ami július 1-től hatályba lépett, jelen pillanatban ugyanez marad az eredmény másodfokon, és akkor túlülte 1 hónappal a büntetését. Tehát ezért szó nem lehet arról, hogy valaki előzetesben legyen. Ez az egyik érv. A másik, tehát jól néznénk ki, ha oda jutnánk, bár néha jelét tapasztalom, oda jutnánk, hogy a hatóság megérzéseire, jövőbeni cselekmények, a jövőbe látó gondolatok alapján csuknának le valakit. Én nem gondolom, hogy az ő esetében, miközben én nem ismerem az ő egészségi állapotát, nem beszélgettem vele,
csak az eddig történtekből, az ő megnyilatkozásaiból, a bírósági tárgyaláson elhangzottakból nem gondolom, hogy az ő javát azt szolgálná, hogy őt börtönbe csuknák. Sőt, de, biztos, hogy nem. De a szakértők többsége azon vitatkozott, hogy most mennyire kóros ez az elmeállapot, mennyire zavart, a személyisége, és hát Végi József az első perctől kezdve például gyógyszeres kezelés, vagy gyógykezelést, egész pontosan gyógykezelést javasolt. De itt már aztán szó se volt erről, hanem a matekról volt szó. 30 hónap, mínusz két, egyharmad, egynegyed, öthatod, nem tudom micsoda, és akkor, hát akkor most már menjen haza. Megint egy picit rakjuk helyre. Végi József, általam igen tisztelt Végi József kollega, nem igazságügyi elmarvos szakértő. Ő kriminálpszichológus. Tehát az ő szaktanácsadói vélemény, amit nagyon helyesen idézett, az a nyomozás során a rendőrség munkáját segítette, tegyük félre. A büntetőeljárás második fő szakaszában, a bírósági eljárásban ezt a kérdést igazságügyi orvos szakértőknek méghozzá kettős aláírással kell ellátni. Ha és amennyiben, én nem ismerem azt az ügyet, de ami információm van róla, ha és amennyiben szakértői vélemények között eltérés volt, mert az egyik így állapította meg, a másik pedig úgy, és ezt az eltérést nem sikerült feloldani, akkor úgynevezett felülvéleményező szakértői véleményre is sor kellett, hogy kerüljön a törvény kötelező rendelkezése folytán. Következésképpen miután a bírónő, akit ugye az előbb láthattunk a képen, és az egyik legkiválóbb bírája volt a fővárosi törvényszéknek, eldöntötte ezt a kérdést, a bizonyítékot értékelt, és azt mondta, hogy korlátozott. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert innentől kezdve nem gyógykezelésről, kényszer gyógykezelésről kell beszélnünk, hiszen ha kizárt lenne az ő, olyan beteg lenne, hogy kizárt a beszámítási képessége, akkor fölmentik a bűncselekmény vádjalól, de elrendelik a kényszer gyógykezelését akkor, ha a szakértők leírják, hogy ilyen és ehhez hasonló erőszakos cselekménytől a jövőben a betegségre figyelemmel tartani kell. Ha ezt nem írják le, ezt a bírótól ne várjuk el, meg az ügyésztől, hogy kitaláljon ilyet. Tehát csak ez... ami a bírósági tárgyalásból 2012-ben kiderült, az mind arról szólt, hogy a szakértői vélemények, és ez esetben ugye egy versekről, blogbejegyzésekről, 22 ember, 22 rossz évér haláláról van szó, és emberölés előkészületéről van szó. A szakértői vélemények arról szóltak, és itt vitatkozott össze egy győri szakértői csapat és egy budapesti szakértői csapat, hogy ő ezt csak írta, vagy pedig meg is képes lett volna-e megvalósítani. A budapestiek mondták azt, hogy igen, az ő elmeállapotáról azt állapították meg, hogy ő képes lett volna megvalósítani ezt a tettet, vagy ezeket a gyilkosságokat. A győriek pedig azt mondták, hogy nem tudják megállapítani, hogy vajon képes lett volna megvalósítani a gyilkosságokat. Tehát ők... És a bíróság az előzőt fogadta el, és ezért ítélte el előkészületben. De nekem ebből úgy tűnt, értem, hogy tehát ennek a büntetési tétele és emberölés előkészülete volt, és nem tömeggyilkosság előkészülete. Hát, olyan nincs, hogy tömeggyilkosság, de szóval minden bűncselekménynek van egy fázis sora. De várjon, tehát ez a szakértőket csak azért mondom, hogy nekem az tűnt ki ezekből a szakértői vizsgálatokból, ami nyilvánosságra került, hogy nem azt vizsgálták, hogy a jövőben ő mennyire veszélyes önmagára és a társadalomra, hanem hogy van egy feltételezés, hogy ő meg akart ölni az egyetemen 22 embert, vagy egy bevásárlóközpontban, képes lett volna-e ezt megtenni, avagy sem? Nem ezt vizsgálták, ez egy része. A szakértőknek az a, most hogy mondjam, itt a laikus véleményeket, meg a szakmaiságot válasszuk azért külön, most szakmáról beszélünk. A szakértőknek az a feladata, hogy a beszámíthatóság kérdéséről döntsenek. Lehet egy mellékkérdés, hogy mi lett volna, ha meg a jövőbe elképzelhető-e esetleg, de ez alapján nem lehet valakit elítélni, hogy majd esetleg a jövőbe valamit majd csinál, mert a büntetők nem a jövőt bünteti, hanem a múltat. Tehát azért ezt lássuk tisztán. Az világos, de ez hogy a jövőben mire számíthatunk tőle? Ez nem szakértői kérdés, azt kell, hogy mondjam. Hát ez találgatás. Ne. Ez biztos, hogy találgatás, mert a szakértőnek sincs olyan jogosítványa, hogy 100% bizonyossággal, már pedig a büntetőjog csak ezzel tud számolni, nincs 99%-os bűnösség, meg 86%-os felmentés. Azt szakértő kompetenciát meghaladja, hogy ő bármit a jövőről nyilatkozzon.
egy feltételezést mondhat akkor, ha kizárt a beszámítási képesség, hogy várható ezen betegség okán, hogy további erőszakos jellegű cselekményeket követel. De nem az volt a kérdés, hogy most ő itt megölt volna 22 embert, vagy nem. Nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, erre készült-e? Nem? Hogy készült-e, előkészületet végrehajtott-e? De ez nem fogadom el, hogy egy szakértőnek nincs lehetősége, joga, sőt szaktudása arra, hogy a jövőre vonatkozóan megállapításokat hozzon a vizsgálat során egy adott emberről. Hát hogy ne lenne az, hogy ő a társadalomra veszélyt és önmagára veszélyt jelente? Hát ez a jövőről szól, nem arra, hogy... Nem. De mi? Nem, azért, hát egy elmeszakértői vélemény nem erről szól. A büntetőjog arról szól, hogy valaki valamit a múltban elkövetett, az a és azt megítéljük. És az elmeszakértő? Az elmeszakértő pedig azt állapítja meg, hogy amikor azt az adott cselekményt az elkövető elkövette, akkor milyen elme állapotban volt. Számtalan olyan esetet ismerünk, akkor idő elteltével jóval később kerül sor a tárgyalásra, de a tárgyaláson már egy más elme állapota van az elkövetőnek, mint az elkövetéskor, hiszen ha mondjuk 3-4-5-6-7 év eltelt az elkövetés, illetve az elbírálás között, akkor nyilvánvalóan vannak olyan betegségek, amikor az állapot különböző, lehet jobb, és lehet rosszabb. És erre mi a garancia, hogy ez az állapot, ön is a betegség kifejezést használta, ez az állapot nem lesz megint abban a rossz fázisban, mint a bűncselekmény elkövetésekor? Mi a garancia arra, hogy a jövőben az emberek elkövetnek bűncselekményt, vagy nem? Ugyanannyi a garancia erre is. Na jó, de itt egy konkrét ember megvizsgálásáról egy konkrét embert megvizsgáltak, és megállapítottak, beszélnek, hogy akkor korlátozottan cselekvőképes volt. Nyilván most is meg fogják vizsgálni. Én egészen bizonyos vagyok, hiszen itt több bűncselekmény is fölmerül, túl a fegyverrel visszaélésen, akár a legenyhébb mondjuk garázdaság, fegyveresen elkövetett garázdaságtól, akár az emberölés kísérletéig, mert ehhez tudni kell, hogy hova lőtt, hogy lőtt, miért lőtt, szóval ezeket most nem ismerjük, ne is menjünk bele. Nyilvánvaló, most is meg fogják vizsgálni, és most is fognak véleményt adni, hogy tegnap, vagy nem tudom mikor történt egész éjszaka, pontosan, hogy tegnap éjszaka S. Ábel fiatalember beszámítható volt, vagy nem, kóros elmártatnak bármely formája fönnállt, vagy nem, és ha fönnállt, az milyen fogban állt fönn. Ezt vizsgálni fogják. És akkor ez a jövőre nézve is értendő? Tehát egyszer megállapították 2012-ben, hogy akkor, amikor ezeket, amiket ismerünk, már leírta, akkor ő előkészített-e egy emberölés sorozatot, avagy sem, tehát megvalósította-e az előkészületet, akkor milyen elmeállapotban volt. Most ugye lövöldözött, akkor megvizsgáljuk, hogy most milyen elmeállapot volt. És e kettő elmeállapot különbség vagy azonosság sem elegendő ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy ez az ember már kétszer bebizonyította, hogy kórosan hullámzik a cselekvő képessége. Ezt majd meg fogja mondani az az orvos szakértői páros, aki most megvizsgálja ezt a fiatalembert, és egész biztos vagyok benne, hogy megnézik a kórelőzményeket, tehát hogy mi volt x évvel ezelőtt, megnézik a korábbi véleményeket, és én nem ismerem ennek a betegségnek a kórismélyét meg a lefolyását, de nyilván az orvos szakértők igen, és hogyha egy rosszabb tendenciát, tehát egy rosszabbodást állapítanak meg, még akár eljuthatnak odáig is, hogy a beszámítási képessége ma, tegnap este kizárt volt, ehhez képest akkor föl fogja menteni őt a bíróság, de ha a szakértő azt mondja, hogy a jövőben is tartani lehet a betegség okán hasonló jellegű erőszakos cselekmények elkövetésétől, akkor bizony a kényszergyógykezelését fogják elrendelni. Tudja, én csak azt mondom, és lehet, hogy egy pszichiáterrel kéne beszélgetnem, nem is egy ügyvéddel, hogy ha valakiről egyszer azt mondják, hogy hát csúnya dolgot csinált, vagy csúnya dolgra készült, megállapítottuk, hogy akkor az elme állapota olyan helyzetben volt, de most eltelt x év már azóta, és látjuk, hogy teljesen rendben van, kiegyensúlyozott. Na de hát van két végpontom, volt egy nagyon rossz, most van egy nagyon jó. Hát akkor utána... Hát a betegség már csak ilyen, na vagy, de utána... vagy javul, vagy romlik. Jó, de hát amikor arról van szó, hogy valaki arra készült, hogy 22 embert megöl? Akkor arra készült. Tehát nem lehet... arra készül, hogy ma rossz paszba vagyok és virágot hát, lopok. Most, hogyha én egy elmebetegséggel küzdködő ember gondolatvilágát szeretném a saját gondolatvilágommal megérteni, akkor nagyon nehéz feladatra vállalkozni. Én az igazságszolgáltatást próbálom megérteni. Az igazságszolgáltatás... Nekem itt már volt egy óriási ingadozás. Rossz paszba volt, a tárgyalásra már jobban. Akkor
Ki ad arra garanciát, hogy a rossz jó után nem jön újra egy rossz? Erre nincs garancia, de még egyszer mondom, a büntetőjog nem vállalkozik, nem vállalkozhat arra, hogy jövőbe látóan, jósló módon ítéljen meg embereket, hogy majd esetleg a jövőben mit tesznek, vagy mit nem tesznek. Ezt meghagyjuk a tudománynak, meg a időjósoknak. Hát az időjárás, az inkább tenyér, vagy gömb, igen, vagy ilyesmi. Köszönöm szépen, hogy itt volt.